Tisztelettel köszöntök mindenkit, sziasztok! Az előadásom témája ugye a kerékpáros stratégia, összefüggésben azzal, amit Barát Gergely ügyvezető igazgató úr az előbb elmondott, hiszen a Nemzeti Aktív Turisztikai Stratégia ennek valahol egy keretét adja meg. Időben a kerékpáros stratégia készítése az előbb kezdődött, azonban különböző tényezők miatt most a kettő az gyakorlatilag egybe csúszott, de azt hiszem, hogy ez egy szerencsés egybeesés, hogy a kettőt így egybe tudjuk kezelni. Mi is volt a háttere ennek, hogy miért kell egyáltalán stratégia, hiszen például olyan nagy kerékpáros nemzet, mint a holland, nagyon sok ideig, éppen a közelmúltig nem is rendelkezett kerékpáros stratégiával, és mégis azért elég jól teljesítenek ezen a területen. De nyilvánvaló az, ami Máriusnak is egyik jelmondata, hogy látnunk kell az irányt, fontos, hogy legyenek hosszú távú céljaink, legyen víziónk, és ezért nyilvánvaló az, hogy egy ilyen stratégia kell. Ugye korábban is voltak már erre ilyen stratégiai jellegű anyagok készültek, koncepciók, ezeket nyilván felhasználva dolgozunk tovább. Ugye az elmúlt időszakban, ahogy elhangzott, nagyon-nagyon jelentős fejlesztések voltak a kerékpározás területén. Ezt nyilván szeretnénk folytatni a jövőben is, 10 éves táblában, de a mögött is. És ehhez szükséges, hogy átgondoljuk a fejlesztési irányokat. Nyilvánvalóan nem minden sikerül tökéletesre. Finom hangolni kell a rendszert, ami az elmúlt 10-15 évben már elindult. És ennek megfelelően nyilván a 21-27-es EU-s programozási ciklusnak a keretrendszerét, a pénzügyi forrásait is felhasználva kell megtervezni ezeket az intézkedéseket, és kitűzni a célokat. Ugye vannak különböző stratégiák, amikhez illeszkedni kell. Az aktív turisztikai talán a legfontosabb, de az általános turisztikai stratégia is egy ilyen dokumentum. Nem beszélve azokról az Európai Uniós célkitűzésekről, amikhez szintén illeszkedni kell tagállami szinten, és a szakpolitikai stratégiáknak is. Nagyon fontos ugye az a helyzet, amit akár a koronavírus okozta, helyzet okozott az országban, és soha nem látott mennyiségű kerékpáros jelent meg az ország különböző pontjain, néhol már kedvezőtlen folyamatokat elindítva. Föl kell készülnünk arra, hogy ezeket a jövőben kezelnünk kell, és egy másik nagyon-nagyon fontos ilyen tényező, az a klímavédelem. Egyre többet kell ezzel foglalkozni. Figyelembe véve persze azt is, hogy a felhasználó igények is változnak. Szóba került ma már a pedelek vagy az e-bike, ezek is nagyon sok új lehetőséget rejtenek számunkra. Ugye mi volt a stratégia készítésének a módszertana? Ugye ez viszonylag klasszikus. Megnéztük, hogy a különböző országokban milyen jellegű stratégiák készülnek, melyik lenne az, amelyikhez mondjuk hasonlítani szeretnénk a miénket, és melyik az, amik nem feltétlenül. Hál' Istennek elég sok ilyen van, hozzáférhetőek, úgyhogy ez nem okozott különösebb gondot. Ugyanilyen pozitívum az, hogy egyre több kutatás és egyre több adat áll rendelkezésünkre ahhoz, hogy egy részletes helyzetet, értékelést csináljunk meg, és feltárjuk azokat a problémákat, amiket meg kell oldani a következő időszakban. Ezután ebből kiindulva meghatároztuk azt a víziót, amit el szeretnénk kérni ebben a közel 10 éves időtávlatban, és ennek megfelelően kitűztünk különböző célokat, amiket aztán különböző intézkedéseken keresztül szeretnénk megvalósítani. Fontos az, hogy struktúrált és ütemezett, időben ütemezett fejlesztések legyenek, hiszen hallottuk, hogy a pénz az van, meg lesz is, de nyilván ezek nem feltétlenül egyetlen egy időpillanatban állnak rendelkezésre, tehát ezeket is szépen be kell osztani, párhuzamosságot megszüntetni, és az erőforrások felhasználását, hatékonyságát azt javítani kell. Nagyon fontos ugye a környezeti tényező, ennek megfelelően stratégiai környezeti vizsgálat is készült a stratégiával kapcsolatban, amiről részletesen beszélek majd később. A munka úgy kezdődött, hogy a különböző stratégiákat és adatokat figyelembe véve szakértői csapat alakult, a legfontosabb szereplők, de viszonylag szűkörű csapat, de a legfontosabb szereplőknek a részvételével. Ebben nyilván nagyon nagy szerepet kaptak a civil szervezetek is, de az ITM-nek természetesen a kerékpáros főosztálya is nyakig benne volt ebbe
a munkába, és minden egyes tématerületnek volt egy felelőse, és ők kidolgozták ezt az adott tématerületet, amit aztán szakmai workshopokon egyeztettünk már egy jóval nagyobb, de még mindig szakmai csapattal, ezek a szakmai workshopok, amiket itt látnak az ábrán, és ezt követően, ahogy Gergő is mondta, egy széleskörű társadalmi egyeztetés, és természetesen ezeknek az eredménye az mindig visszacsatolódik az előző fázisba, és mindig korrigáljuk a jelenlegi anyagot, ami Gergő is sokszor hangsúlyozta, de én is ezt tudom csak hangsúlyozni, egy tervezet, és nagyon-nagyon várjuk az inputokat ezzel kapcsolatban. Nyilván a kimenetele az lesz, és ennek a kerékpáros stratégiának az lesz az előző koncepciókhoz, stratégiákhoz képest a legnagyobb előnye, hogy ez a kormány által egy elfogadott stratégia lesz, úgymond legitimált stratégia, aminek a megvalósítását majd el szeretnénk kezdeni már ebben az évben. Ugye nagyon fontos az, hogy a stratégiát körülbelül 2 évente vizsgáljuk felül, különböző jelentések formájában, és ahol szükséges, ott korrigáljuk ebben a 10 éves időtávon belül is. Ami viszonylag a módszertanban egy újdonság volt, hogy a sokak által ismert Beslow piramishoz hasonlóan az intézkedéseket 3 fő csoportba gyűjtöttük össze. Az első csoport az alapvető igények kielégítését szolgálja. Ezen belül infrastruktúra, eszköz és információ jellegű intézkedéseket azonosítottunk. Ezen felül, mint egy pluszként jön a racionális előnyök biztosítása különböző intézkedések által, és legfelül pedig az emocionális előnyök biztosítása van. Ezek leginkább ilyen kommunikációs jellegű, szemléletformáló jellegű intézkedések. És akkor egy pár szó a jövőképről. Ugye 2030-ban a kerékpározás közvetlen, biztonságos, hozzáférhető és gazdaságos, így vonzó alternatívát nyújt a mindennapokban, vagy akár a rekreáció területén is a különböző más jármódokkal szemben. Itt leginkább nem az aktív turisztikai jármódokról beszélek természetesen, hanem a gépjármű közlekedéssel, mondjuk, hogyha egy városi közlekedést nézünk. És emellett vannak elég ambiciózus céljaink is, hogy Közép-Kelet-Európa első számú kerékpáros országa legyen. Ugye ettől nem nagyon vagyunk messze, nyilván, hogyha Dániával, Hollandiával hasonlítjuk össze magunkat, akkor azért tapintható a különbség, de a régióban, akár számokban, objektív módon, akár szubjektív módon nézve azért nem vagyunk egy rossz helyen. Nagyon fontos ehhez vezető cél az, hogy a teljes közúthálózat az biztonságosan kerékpározható legyen, és itt nem feltétlenül kilométerekről, méterekről beszéljünk, mint célértékek, hanem az, hogy ténylegesen az ember akár gyerekekkel is el tudjon indulni, és mind az objektív, mind a szubjektív biztonságérzete az meglegyen, és neki merjen indulni. Fontos cél az, hogy legyen eszköz, amivel elindulunk, nem csak infrastruktúra, tehát kerékpár tudjunk biztosítani mindenki számára. És fontos az is, hogy az emberek rendelkezzenek a megfelelő tudással, egyrészt azzal, hogy hogyan kell közlekedni kerékpáron, akár közutakon, akár az erdőben, másrészt meg az, hogy tudják, hogy hova kell menni, milyen helyekre érdemes ellátogatni. És az első nagy ilyen tématerület, ez a mindennapi kerékpározás, ezt szeretném kicsit részletesen most kifejteni. Ugye a jelenlegi helyzet az, hogy a vidéki térségben Magyarországon hagyományosan nagyon nagy mértékű a kerékpárhasználat. Ugye sokszor nem arról van szó feltétlenül, hogy az emberek nagyon-nagyon szeretnek bringázni, hanem sokszor sajnos arról van szó, hogy nincs más lehetőségük kerékpározni. Azonban ez egy olyan helyzeti erőnyt jelent nekünk, amire érdemes figyelni, és ezt érdemes megtartani akkor is, amikor az embereknek a jövedelmi helyzete változik, és esetleg a kerékpárról átülnek mondjuk egy autóba. Nagyon fontos feladat az, hogy ezt a magas vidéki kerékpározást, ezt megtartsuk. Fontos az is, amit az előbb említettem, hogy az emberek biztonságban érezzék magukat, akár településeken belül, akár településeken kívül. Tehát nem feltétlenül méterekben, szabványokban kell gondolkodnunk, hanem bizony szubjektív biztonságérzésben. Például komfortszintekben, például abban, hogy egy adott kerékpárútra az ember elindul-e egy 5-6 éves gyerekkel, vagy sem. Tehát ezeket kell nekünk inkább figyelembe venni sokszor, mint centimétereket, meg métereket, amit esetleg a szabványok előírnak.
Nagyon fontos az, hogy hálózatokban gondolkodunk, tehát ne legyenek a semmibe vezető kerékpárutak, hanem mindig valahonnan, valahová el tudjunk jutni, akár egy kerületben gondolkodunk, akár egy városban, vagy akár egy Eurovelo hálózatban, ami az egész országot, sőt Európát is átszeli. Nagyon fontos az, hogy megfelelő tárol- és parkolóhelyek álljanak rendelkezésre, akár otthon, akár egy 10 emeletes panelházban, és a célállomásnál, például egy várnál, vagy egy kilátónál. Nagyon fontos az, és itt már rátérek a racionális és emocionális előnyökre, hogy érje meg kerékpározni, tehát anyagilag is érje meg, és ez egy menő dolog legyen. Itt látható ebben a táblázatban a különböző intézkedések, ugye sötétebb kékkel látszik az alapvető igény, a kiszolgálása, és ahogy egyre világosodik, ugye a racionális, az emocionális igényt kiszolgáló intézkedések. Itt egy párat szeretnék csak kiemelni, ugye ez a regionális helyzet, ezt már említettem, a vidéki kerékpározás szintén, és itt van egy-két konkrét célkitűzés is, hogy a jelenlegi 19-20%-ról a kerékpárt használók aránya az 25%-ra emelkedjen. Ugye ez az Euróbarométer módszertan alapján számított indikátor. Nagyon fontos az, hogy a biztonságosan kerékpározható útszakaszok hossza az növekedjen, és a kerékpáros barát települések száma, tehát ahol ténylegesen nekiindulunk akár gyerekekkel is, akár idősekkel együtt kerékpározni, az jelentősen növekedjen Magyarországon. Most is vannak már ilyen települések, leginkább az alföldi területeken, de például Győr is ilyen, ahol nagyon előre haladott állapotban van. Most ezeknek a településeknek a számát, vagy Budapesten belül a kerületeknek a számát kell mindenképpen növelni. És még egy-két intézkedés, hogy önmagát magyarázó kerékpárutakra van szükségünk. Nem szabad, hogy elkövessünk olyan hibákat, amik itt megjelentek már, hogy villanyoszlopok maradnak benne a kerékpárútba, nincs megfelelő táblázás, olyan ívek maradnak benne, amik nem kerékpározhatók. Tehát mindig egy ilyen emberközpontú tervezéstre kell gondolni. Nagyon sok feladatunk van még e tekintetben, hogy a tervezőket, a hatósági embereket is elérjük a különböző üzenetekkel és a szemléletüket formáljuk. A nagyon fontos másik szempont a településeken belül az irányhelyesség. Ugye ez egy kicsit már ilyen nagyon szakmai szintre megy le, de nagyon-nagyon fontos az, hogy az irányhelyes infrastruktúra az településen belül mindenképpen biztonságosabb, mint egy oldali kétirányú kerékpárút. Rengeteg baleset van ebből, és sajnos még mindig nem megy át a tervezőknél ez a fajta alapelv, úgyhogy ezt erősíteni kell. Egy zászlóshajó projekt lenne az, hogy bringasztrádákat alakítunk ki, mint ahogy ez Nyugat-Európa nagyon sok városában már megvan. Ez elsősorban a város és az agglomeráció vagy külső területnek a bekötését szolgálja. Ez egy széles és elsőbséggel rendelkező emelt szintű kerékpárút. Ilyenből legalább 5-öt szeretnénk majd. A következő tématerület a turizmus és a rekreáció. Ugye azt mindenki tudja, aki az országban nyitott szemmel jár, hogy rettentő jó adottságaink vannak. Akár gondolunk a laposabb síkvidékekre, akár a dombokra, a hegyekre. Ugye ezek nem megmászhatatlan hegyek, mint mondjuk az Alpok, hanem tényleg egy nagyon kellemes kikapcsolódást nyújtanak. Gyönyörű szép erdők, mezők, folyóvizek, tehát ezt kell kihasználni. Az elmúlt időszakban ugye nagyon sok fejlesztés történt, elkezdődtek ezek akár a Balaton körül is, akár a Felső-Tisza vidékén is, ezeket kell folytatni, meg kell szüntetni a hálózati hiányosságokat, legyen szó akár egy autópályán átvezető felüljáróról, vagy akár egy hídról. Nagyon jó példa ennek például a Tiszafüred és Poroszló között megépült híd, ami a Tiszató körüli útvonalat zárta, és ugye meg is van az eredménye, számokban mérhető eredménye, hogy ez mennyire fontos fejlesztés volt. A Gergő mondta, hogy külön térjek ki a kerékpáros barát szolgáltatásokra. Ugye ezek elkezdődtek, megjelentek már egy-két térségben, ennek a fejlesztésén fogunk dolgozni. Ugye itt vannak a célok,
A rendszeres rekreációs célra a kerékpározóknak a száma, azt meg szeretnénk duplázni. Ugye külön a mi stratégiánkban is vannak célcsoportok, hasonlóan az aktív turisztikai stratégiához. Tehát itt is fókuszálunk azokra a célcsoportokra, amik a nagy stratégiában megvannak. És fókuszálunk természetesen a külföldi turistákra, hiszen szeretnénk, hogyha az ő számuk is jelentősen növekedne. 15 ezer kilométer hosszú gerinchálózatot szeretnénk létrehozni, ugye ez az OTRT-ben szereplő főhálózat és az Euróvaló hálózatokat jelenti, és ehhez kapcsolódva térségekbe különböző kisebb lokális hálózatok kell, hogy kialakuljanak szakadásmentesen. Nyilván fontos gazdasági tényező az, hogy önmagában a kerékpáros turizmus is ezeknek a térségeknek a gazdasági fejlődését a szolgálja, a vidék megtartó képességét szolgálja, és akkor itt jön megint vissza egy kicsit a kerékpáros barát szolgáltató hálózat, ami ez nagyon jó eszköz. És nagyon fontos az, hogy integráljuk a kerékpáros turisztikát egy általános térségi turisztikába, tehát ez nagyon jól kapcsolható a gasztronómia, nagyon jól kapcsolható a gyógyfürdőzés, nagyon jól kapcsolható a természetjárás, tehát egy ilyen komplex élménycsomagot kell, hogy nyújtsunk az embereknek, és akkor leszünk úgy gondolom sikeresek a kerékpáros turizmus területén is. Egy visszatérő probléma, és nagyon régi álmunk, hogy az erdei kerékpározást azt tudjuk fejleszteni. Sok térségben már vannak ilyen kijelölt ösvények vagy hálózatok, de szeretnénk azt, hogyha ennél jóval több lenne. Nyilván itt a természetvédelmi érdekeket messze menően figyelembe kell venni. Úgyis ezen túlmenően szeretnénk a környező országban már meglévő bike parkokat is létesíteni. Ezek olyan parkok, ahol különböző tudásszintű kerékpárosok megtalálják a számításukat, legyen az akár ilyen kisgyerekkortól egy ügyességi pálya, egészen addig, amíg mondjuk egy endurós kerékpáros nagyobb ugratókon tud ugrálni, biztonságosan, jól kiépített és karbantartott pályákon. A ciklus végére szeretnénk ezt a bizonyos 3000 kerékpáros barát szolgáltatót, hogyha az országban ezek létrejönnek. Ugye maga a kritériumrendszer az kidolgozásra került, és a legfontosabb szervezetekkel, mint a Maketusszal és a Magyar Kerékpáros Szövetséggel ezeket leegyeztettük, és ezen közös kritériumok mentén ők a GINOP projektjeikben már elkezdték ennek a hálózatnak a megszervezését. Ezt szeretnénk folytatni, és az egész országra kiterjeszteni. A következő nagy tématerület a közlekedés biztonság. Magyarországon a kerékpáros balesetek száma az nagy, hogyha a relatív értéken nézzük, akkor elég magas. Hozzátesszük azt, hogy mennyien kerékpároznak és hány kilométert kerékpároznak, akkor azért ez már egy kicsit árnyaltabb és jobb képet mutat, de ezzel nem azt szeretném mondani, hogy jó a helyzet, mert nem jó. Nagyon nem jó, nagyon sokat kell még javítani, nem csak kerékpárosok esetében, hanem a gyalogosok esetében. Ugye itt az említett KRESZ módosítás az, ami ebben egy komoly áttörést jelenthet majd. Azt is tudjuk a felmérésekből, hogy a biztonságnak a hiánya a legfőbb tényező az ellen, hogy az emberek kerékpára pattanjanak, legyen szó akár napi munkába járásról, akár kerékpáros turisztikáról. Említésre került miniszterelnök úr által is a bürokrácia. Hát ezt is látjuk, hogy a szabályozás az nem mindig segíti az észszerű megoldásoknak a megvalósítását. És ugyanakkor a kerékpározással kapcsolatos kommunikáció és szemléletformálás is gyakran nem megfelelő. Ebben nagyon sokat kell haladni. Ez nem egyik napról a másikra elérhető cél, hanem ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamat. És akkor a közlekedés biztonság területén kitűzött célok, az az, hogy 2030-ra 50%-kal csökkenjen a kerékpár használat közben bekövetkezett balesetek száma, és ezt tovább vetítjük a következő évtizedre, a Vision Zero alapelvnek megfelelően, akkor ez le fog szépen csökkenni a nullára, tehát a 2030-at egy ilyen köztes célpontnak tekintjük. Ennek egy nagyon fontos eszköze az, hogy a kerékpáros útvonalainkat, kerékpárútjainkat minősítsük biztonsági szempontból, és ahol valami problémát tárunk fel, azokat oldjuk is meg.
Máriusz említette azt, hogy az elmúlt időszakban különböző kiadványokkal segítettük az általános iskolásoknak a kerékpáros ismereteit. Ezt szeretnénk továbbfejleszteni egy két lépcsős rendszerbe. Lenne egy alapszintű és egy emelt szintű képzés, és az emelt szintű képzés már-már egy ilyen belépő szintet jelent a jogosítvány megszerzéséhez, mint ahogy ez sok európai országban már így is van. Még egy-két konkrét intézkedés. Nagyon fontos az, hogy az iskolák környezetét alakítsuk kerékpáros és gyalogos baráttá. Ugye nagyon sok esetben a szülők autóval viszik a gyerekeket az iskolába, mondván azt, hogy nem biztonságos gyalog vagy kerékpárral vagy rollerrel menni, mert nagyon sok az autó. Tehát ez egy ördögi kör. Nagyon egyszerű módszerekkel, időszakos korlátozásokkal el lehet érni azt, hogy az iskolák környezetét élhetőbbé, kerékpáros barát és gyalogos baráttá tegyük. A KRESZ módosítást már említettem, és nagyon fontos az, hogy a másfél méteres kampányhoz hasonlóan egyre több érzékenyítő kampány induljon el, hiszen ezek hosszú folyamatok, ezek nem az egyik napról a másikra beérő munkák. Az utolsó intézkedéscsoport az a horizontális intézkedések. A jelenlegi helyzet az, hogy 2016 óta ugye jelentősen megerősödött a kerékpározásnak a hazai intézményrendszere, létrejött a kerékpáros koordinációs főosztály az ITM-en belül. Ez egy eléggé unikális dolog, akár Európán belül is. Emellett nagyon megerősödtek a civil szervezetek. Ugye a Magyar Kerékpáros Klub az már korábban is igen jelentős tagsággal rendelkezett, de mellettük megjelent a Maketus, akik a turisztikára koncentrálnak, és a Kerékpáros Szövetség is egy nagyon erős tényező ebben az egész történetben. Nagyon sok forrás állt rendelkezésre, hogy a 14-20-as időszakban több mint 200 milliárd forint összességében, amit kerékpáros fejlesztésekre fordítottunk. Ez egy jó szám, de még van hova fejlődni ezzel kapcsolatban is. Nagyon kevesen tudják, hogy itthon Magyarországon igen jelentős kerékpáripar van. Talán azért, mert ezeknek a kerékpároknak, amit itt gyártanak, a jelentős része exportra megy, de ezek nagyon színvonalas termékek. Hollandiában, Németországban rengeteg pedeleket szállítanak az itthoni gyárakból. Ahogy említettem, adatok, kutatások már vannak, de ezeket még növelni kell, annak érdekében, hogy megfelelő döntéseket tudjunk hozni, és a folyamatokat, azokat monitorozni tudjuk. Horizontális intézkedéseken belül, ugye ahogy említettem, például jelentős mértékben szeretnénk növelni az automata forgalomszámlálókat a kerékpárutak mentén, de emellett, ahogy már elkezdtük pár évvel ezelőtt, minden évben lenne manuális, tehát kézi forgalomszámlálás is, és emellett kvalitatív kutatások is készülnek már, és ezt szeretnénk tényleg rendszeresen megismételni. Különböző kiadványokba szeretnénk ezeket összefoglalni, ami felhívja egyrészt a döntéshozók figyelmét, ez egy fontos terület, másrészt meg a kerékpárosoknak is egyfajta információforrás lehet. Ahogy említettem, a hazai ipar az jelentős, de leginkább összeszerelő tevékenységet végez. Ehhez lenne szükség arra, hogy hozzákapcsoljunk különböző innovációkat, akár egy ilyen kerékpáros klaszternek a létrehozásával, ahol a klaszterben lévő gyártók azok különböző laboratóriumokat, szélcsatornát, ilyesmit tudnának közösen létrehozni, és ezzel hozzáadott értéket teremteni, annak érdekében, hogy ebből az összeszerelő státuszból egy inkább innovatív státuszba kerüljön át a hazai kerékpáripar. Ahogy említettem, itt megint csak egy-két horizontális intézkedés van, ezekről már beszéltem. Egy kivételével, ami nagyon fontos, hogy szeretnénk elindítani jövő évtől egy nemzeti kerékpáros fórumot, ami kormánybiztos úrnak a
elnökletével, vezetésével indulna el, és az összes jelentős kerékpározásban érintett szervezet, a civil szervezetek kezdve a rendőrségig, vagy a NIFIG, vagy a Magyar Közútig mindenki részt venne, és évente két alkalommal találkoznának, ahol egyrészt informálnák egymást a folyamatban lévő dolgokról, másrészt stratégiai kérdésekben is tudnának dönteni, illetve a legfőbb irányokat meghatározni. És egy még egy pár szót a fennmaradó időben a stratégiai környezeti vizsgálatról, ami elkészült, és ezt is társadalmasítani fogjuk az elkövetkező időszakban. A különböző elemek tekintetében vizsgálta ez a stratégia, illetve annak végrehajtásának a hatásait. Ezzel elmondható nyilvánvaló, hogy a kerékpáros stratégia egy olyan, ami legtöbb esetben teljesen pozitív kicsengése van a környezet szempontjából. Nyilván vannak olyan területek, ahol érzékeny térségeket érintünk, de megfelelő körültekintéssel, megfelelő tervezéssel ezek kiküszöbölhetők. Tehát alapjaiben a végkicsengése ennek az, hogy ezek a célok és az intézkedések megvalósítása messze menően támogatható. Ugye a környezeti konfliktusok oldódnak, beszéljünk akár egy városi térségről, akár egy rekreációs térségről, és ezek a kockázatok, ezek csökkentetők. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ez megfelelő támogatást ad ahhoz, hogy tovább dolgozzunk a stratégián. És ahogy Gergő is említette, az aktív turisztikai stratégia esetében itt is szeretnénk kérni, hogy keressenek minket. Ugye nagyon sokukkal szinte mindennapi a kapcsolat, akár a kerékpáros főosztálynak, akár nekem is. Keressenek minket, bombázzanak az ötletekkel, és ezeket igyekszünk beépíteni a készülő stratégiába. Köszönöm szépen a figyelmüket!